jubiláló 20. Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál mindenikén jelen volt, szervezőként, alkotóként, mindenesként. Büszkék lehetünk rá nem csak az Oscar-díjas Saul fiában való alakításáért, és a legfrissebben São Paulo-ból hozott legjobb férfi főszerepéért. Jó érzés, és az, hogy főleg, hogy, tehát, hogy tényleg az Operenciás tengeren túl Krasznahorkai Balázsnak a Hasadék című filmjében történt munkámért úgy gondolták, hogy köszönöm szépen. Simon nem maradhat egyedül. Megmondtam már, hogy nem tudom vállalni a gyereket. Most se hagyod, hogy végigmondjam. Nézd, fiam, tavaly, amikor meghalt az édesanyja, leadtad az apádnak. Most meg azt szeretnéd, hogy én legyek a gyámja. Hányszor akarod még ezt eljátszani? Igazad van. De ez most tényleg más. Fiam születik. Gratulálok. És őt is kiadod. Ülj már vissza az Isten meg. Gyere. Még van egy kapcsolódási pontunk ehhez a filmhez, ehhez a történethez, hogy ez úgy 80-90%-ban ez itt forgott Romániában, Máramorosban, a radnai havasok környékén, és csomó csodálatos településen, és nagyon jó lelkű emberek segítségével és közreműködésével, és ez is egy extra öröm arra, hogy ezt, amit itt csináltunk. Mert tudod, ahogy mondtad volt, hogy a jéghegy csúcsa, meg a jég, ezek a pillanatok, az ilyen ünnepi pillanatok, mint hogy ezek másképp boldog pillanatok, mint azok, amikor ott vagyunk és dolgozunk és csináljuk. Annak a lényegében majdnem felfele zuhanásnak a közepében lenni, tudod, amikor ilyen koncentráltan, fókuszáltan, és reménykedve, és szurkolva, és rengeteget dolgozva, ott vagyunk a helyszínen, és csináljuk a dolgot. Na, és itt erről még nagyon sokat tudnék mesélni, hogy az, hogy milyen is, meg mekkora élmény is az, meg micsoda öröm, meg micsoda áldás, meg micsoda lehetőség, amikor ilyesmikre lehetőség adódik. Az mind annak a jéghegynek, annak az icebergnek, tehát az, hogy mi most itt egy kicsi kis hajós lámpát itt lebegtettünk ezen a csúcseseményen is, ugye, az mind annak a munkának a következménye, tudod, és nem elfelejtendő, hogy ez Krasznahorkai Balázs az, aki ezt az egészet megálmodta, az, aki ezt az egészet végig, a szó leggyönyörűbb értelmében csökönyösen végigvitte, majd utána annak a rengeteg embernek, úgy helyi, mint nem helyi embernek a beletett munkája, szíve, szeretete, lelke jutatta el oda ezt a projektet például, hogy nem is olyan rég Magyarországon, ugye a Magyar Mozgókép Fesztiválon a legjobb film díját ítélték oda. Az extra öröm megint csak az is, hogy koproducerként is részt vehettek ebben a projektben, tehát hogy rengeteg szinten tényleg mélyen implikálódva, egy ilyen furcsa magyarosított szót hadd tegyek hozzá a dologba. És az, hogy most itt vagyunk, itt van ez a fesztivál, ami a miénk, ugye tényleg remélem, hogy mindenki magáénak érzi, ami rengeteget dolgoztam Adanában is, tehát hogy annyi plusz rétegű ez az öröm, amit most épp megélek, hogy nagyon-nagyon vagány néha elbújni egy kis utcába Kolozsváron, leülni egy kis titkos, csendes kávézóba, és csak egyszerűen örülni ennek a pillanatnak. Most azon kívül, amit a vásznon látunk, ugye, és persze örülünk a sikereknek, én nagyon kíváncsi lennék a te belső személyes átalakulásodra, mennyit változtál az évek alatt ezek által, a szerepek által. Mert biztos, hogy nem ugyanazzal a Molnár Leventével, Kecskével ülök itt szemben, akivel ezelőtt 2 évvel, akivel ezelőtt 3 évvel beszélgettem. Tehát csak formálnak ezek a szerepek. Hogy gyere, hogy vicceskedjünk egy kicsit. Egy fiatalabb Molnár Leventével ősz. Tudod, akarva, akaratlanul változunk. Értem, amire kérdezel. Nagyon érdekes és összetett periódus után, és közben, és valahogy folyamat
pontnak gondolom, hogy az elején, közepén valahol vagyok, amikor egy ilyen áldott tartós hullámnak nevezném a dolgot, és ilyenkor, mindig ilyenkor kell elraktározni jókedvet, energiát, mindent, az esetlegesen nem ennyire csili-vili periódusokra. És igen, olyan szinten én is érzem azt, hogy nagyon-nagyon jó döntésként élem meg azt, ami nem volt amúgy egy könnyű folyamat, kiválni egy társulati életből. Egy olyan helyről, ahol elméletileg az embernek nincs oka ugye kiválni. Egy nagyon jó társulatnak voltam én is az egyik porszeme. A Kolozsvári Állami Magyar Színházról beszélünk, ahol szinte 20 évig a környékén sertepert értem, és egy ilyen intézményiesített létből, mert valójában az, a lekapcsolódás nem minden esetben tud zökkenőmentes lenni, és hál' Istennek valahogy annyira szépen, annyira maga idejében tudott ez a dolog megtörténni, hogy meg tudott maradni kellemes élményként. Természetesen úgy mindennel, úgy kerek a gömb, hogyha van benne ez is, az is. Most neked megmondok valamit, de aztán majd nem mond meg senkinek, jó? Azt hiszem, hogy én az életemet azt vágyakkal irányítom. Tudod? Nem döntésekkel, nem megpróbálom nem olyan feszültség. Van az életnek, az életben amúgy eleve előre csomagolt izgalma is. Tehát nem kell én még nyomást tegyek arra rá, hanem tényleg azt tudom mondani, hogy vágyakkal, álmokkal irányítom az életemet. Eddig úgy néz ki, hogy működik, és ez mindig csak az eleje a dolgoknak, tudod? És hogyha ez véletlenül be is indul, mondjuk ez a dolog, akkor utána meg rengeteget kell dolgozni, Jucika. És én meg nagyon jól tudod, te is olyan ember vagy, te is szeretsz dolgozni, én is nagyon-nagyon szeretek dolgozni, és főleg azokért a dolgokért, ugye, mert hogy mennyire csodálatos dolog, hogy te is, én is, más is, aki ebben a szerencsés helyzetben van, azzal tud foglalkozni, amit ki előbb, ki utóbb, én majdnem szinte utóbb, tudod, azzal tud foglalkozni, amit tényleg érdekli, és olyankor a munkát nagyon nehéz fáradtságként megélni, vagy bármiként, és ez áldás. Amikor legutóbb beszélgettünk, hát így élőben, mert nehéz volt a járványperiódus alatt élőben találkozni, kínlódtunk online térben. Továbbra is, mert ha megint ki kell mindenki messzeljen otthon egy másik árnyalatra össze, az nagyon fog fájni. Jó, de azt akarom mondani, hogy amikor legutóbb találkoztunk így élőben, akkor legalább 4 vagy 5 produkcióban jártál, vagy annyi futott, annyi filmről volt szó. Most mit csinálsz éppen? Mi az, amit elárulhatsz? Mert tudom, hogy vannak titkok is. De ezek nem... Vannak titkok is, de ezek a szakmára jellemző titkok. Tudod, tehát, hogy titoktartási szerződéseket iratnak alá az emberre, és ami vele jár, nem azért titok, mert hogy jaj, legyünk érdekesebbek. Tudod, megvan ennek a magyarázata, hogy mi. Hál' Istennek megkeresések vannak. Mi az, amiről beszélhetünk? Hallottam, hogy Zánkai Pirossal forgatsz. Zánkai Pirossal, na például lásd, arról beszélhetünk, hogy mennyire csodálatos, és nagyon-nagyon szépen köszönjük minden egyes támogatónak. Ez egy ilyen lélekprojekt volt, ami egy kis mikrocsapatta, megoldódott a zenei aláfestés is, egy kis mikrocsapatta, de nagy, a Szecsanov Martin DOP-vel, Zánkai Pirossal, mint rendezővel, aki ugye amúgy egy nagyon jó forgatókönyvíró, és megcsináltuk ezt a kis filmünket, ami most vágódik éppen, Piross ezzel dolgozik, és te tudod, hogy milyen volt, hogy legutóbb, úgymond, ami emlékszem, hogy volt a tavaly ősszel egy ilyen egy projekt, amiben részt vettem, és akkor rengeteg energiát vitt el a lényegében az önvédelem.
tudod? És az önvédelemnek is az a fajta, hogy tudtam, hogy a forgatás után lehetőségem lesz arra, hogy édesanyámmal találkozzak, ergo nem ölelkezünk, pedig tudod, hogy egy ölelkezős típus, hogy nem puszilózunk, pedig az is az vagyok. Tehát, hogy egy ilyen nagyon elő, rengeteg energiát vitt el az, hogy valahogy próbálj meg úgy csinálni, hogy másnak is, nekem is, és hogy ne hozzak senkit, tegyek veszélybe ugye dolgot. És akkor most tényleg mondhatom azt, hogy például a Piros projektjében volt ez, amikor persze kegyetlenül teszteltünk. Aki egyszer csak bejött a helyszínre, azonnal volt egy külön hely, oda leült. Hol forgattatok? Bocsánat, csak hogy tudjam elképzelni legalább. Balaton partján forgattunk. Oh! Jó. És oda is kötődik forma a története a dolognak. És az a felszabadult érzés, hogy tudsz megint úgy foglalkozni ezzel a dologgal. Mindenki be volt oltva, mondom, hogy teszteltünk valami, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom ennek a projektnek a konkretizálódását. Most vagyunk az utómunkák fázisában. De nekem van egy régebbi vágyam, ami úgy néz ki, hogy az idén, és nagyon nagy örömömre szolgál különben, hogy az idén tud teljesülni, és azért is dolgozom különben elég sokat azért, hogy egy olyan apró kicsi esemény legyen, ami ne akarjon több lenni, mint ami, ami a szerves része a közösség, ahol történik a dolog, és ez egy, ez az a falu, ahol én a gyerekkoromat, az összes nyaramat a nagyszüleimnél ott töltöttem, ahova, lásd, hál' Istennek utólag, most azt mondhatom, hogy oda megyek haza, és nagyon sokat kaptam én abból. Nagyon jó hátizsák az az élménycsomag, amit én ott, amivel engem ott a Jóisten megajándékozott. És ennek egy picit valahogy szeretném úgy megköszönni ezt a valahogy tudod, a gyerekkorodat valahogy megköszönni. És az apró meséknek a romániai országos bemutatóját Magyar Berkeszen szeptember 11-én szombaton egy kellemes délutántól estébe hajló kis együttléten ünnepeljük meg. A férjem sose járt Oroszországban. Megmentette az életemet. A férjemet szörnyetek. És ha hazajön, megölöm. Mostantól minden más lesz. Vidd el vadászni, és csak te gyere vissza.